A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Anyukák a mai műsor vendégei, nem is akármilyenek, a kolléganőim, akiket már jól ismerhetnek a Fehérvár Televízióból és a Vörösmarty Rádióból is. Úgyhogy itt vannak velünk, és nagyon örülök, hogy egy kicsit beszélgethetünk, hiszen van olyan közülük, aki még nem volt ebben a műsorban, olyan is van, aki már volt. Én nagyon szeretném, hogyha ilyen formában is megismernék őket, hiszen mindannyian anyukák, van, akinek kisebb gyerkőce van, van, akinek négy is van, és nagyok. Úgyhogy itt vannak velünk, nagyon szeretettem, hogy itt vagytok most. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Itt van velünk Szabó Petra, aki hát már jó pár éve erősíti a Fehérvár TV csapatát, viszont most értél vissza októberben. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Aztán Novák Rita kolléganőmet sem kell senkinek bemutatni szerintem. Örülök, hogy itt vagy te is. Én végre is. Igen, köszönöm szépen. Ez az első, és a négy gyerekes nem én vagyok. És remélem, hogy nem az utolsó egyébként. És a négy gyerekes is itt van közöttünk, akit egyébként mi kollégák úgy hívunk néhányan, hogy négy gyerekes, vagy anya, csak így egyszerűen. Rába Harriet a kolléganőnk, Hettike. Köszönöm, hogy újra itt lehetek, és még lehetsz négy gyerekes anyuka. Jó, hát igen. Majd később lereagálod. És itt van velünk Kis Dávid Renáta kolléganőm is, akit nagy szeretettel köszöntünk, hiszen ő most, aki a legfrissebben visszatért kolléganőnk. Szia, sziasztok, és köszöntöm a nézőket. Köszönjük, hogy itt lehetünk. És ugye te már egyszer voltál nálunk, igen. Csak akkor éppen még jóval a babavárás előtt voltál. Akkor még más Mizu volt, igen. Az én történetemet illetően. Akkor még nagyon vártuk. Na, hát örülök, hogy itt vagytok. Én szerintem egy nagyon vidám adásnak nézünk elébe, már azért is, mert hogy még itt a műsorunk előtt elmondom a nézőinknek, hogy már viccelődtünk. Mi egy ilyen vicces csapat vagyunk, én azt gondolom, és azt is elmondhatom, szerintem, hogy mi nagyon szeretjük így egymást, mi szeretünk nem csak munkában együtt lenni, hanem azon kívül is, sokat összejárunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg így színesítettek ezt a mostani műsort. Na, egy picit beszéljünk akkor arról, hogy nálatok Mizu, ugye most kezdjük akkor ezzel. Ugye mindenki babás, kisebb-nagyobb babáitok, gyerekeitek vannak, és hát van, aki most ért vissza, ugye, ahogy előbb már mondtam, vagy néhány évvel ezelőtt, vagy egy kicsit régebben, de akkor is te is azért egy hosszabb időre távol voltál a tévétől. Úgyhogy picit meséljetek el azt, hogy most éppen hogy álltok a babákkal, a gyerekekkel, mi újság van nálad? Nálam? 3 éves lett a gyerkőc, most novemberben töltötte be a 3 évet. Hát én ugye ezt a 3 évet kimaxoltam, én otthon voltam végig. El is kezdte az óvodát, és hát ezzel küzdünk most. Igen, mert hát mert ugye ez az, egy kicsit küzdelmes időszak, hol jobb, hol rosszabb etapokkal. Te küzdesz, vagy Zozi? Is. Ha? Lehet, hogy én jobban? Nem, biztos nem. Nem tudom. Szóval igen, nálunk ez van most. Hát ugye ennek minden velejárójával, amikor ugye visszatér az ember, akkor azért fel kell rá készülni, ugye a beosztást illetően is, hogy ezért lehetnek néha betegek a gyerekek. Sajnos ez néha. A nagykönyv szerint meg is jött mind a kettőtöknél, Reninél hát is, nálad is. Nálam is most még hallatszik is. Igen, mert hát ugye rád is átterjedt ez, igen, a dolog, ezt ugye anyukák nem úszták meg. Rita, hát most már azért itt vagy velünk újra egy jó pár éve, de azért kimaradt neked is, talán nem olyan sok, mint Petrának. 19 februárban született a Réka, és én 2020 november-december valahogy így volt az, amikor visszajöttem dolgozni. Ugye, Hetti? Kb. Igen, a Hetti mindenre emlékszik. És egyébként Hetti az a kolléganőnk, pont azért, mert 4 gyerkőce van, sokkal lazábban tudja venni a dolgokat, de ez nem azt jelenti, hogy így ne vennék komolyan a gyereknevelést, hiszen az az élete, az egyik legfontosabb része az életének, de hogy ő mindig tud olyan megnyugtató mondatokat mondani, amire szerintem nagy szükségünk van mindannyiunknak. Igen, hiszen szoktam mondani, hogy ő ide pihenni jön, és nyilván nem feltétlen a szó vagy a mondat szó szoros értelmében, de tényleg én abszolút elhiszem azt, hogy ő azért itt egy kicsit, amikor így felnőttek közé kerül a 4 gyerkőc után, akkor ő az egy kicsit más mentális segítséget ad neki, mint otthon. Uh-huh.
Na most akkor még a válaszokban megyünk tovább, de erre majd még reagálnék, vagy kérdeznék, Hettike. Nálad ugye 4 van, ahogy mondtuk, és már hát mindenféle korosztály található. Igen, már van 2 felnőtt, mert már van egy 18 éven felüli lányom, van egy 20 éves fiam, és akkor ugye van egy 15 éves lány, meg van egy 11 éves kislány. Szóval most már vannak felnőttek és vannak gyerekek, de valahogy a felnőtteket is még gyerekként kezeljük, hiszen azért még otthon élnek, bár a fiam már egyetemista, de azért nagy részt otthon lakik. És hát valóban tényleg ide jövök egyébként sokszor pihenni, mert hogy attól még, hogy felnőttek, sok-sok gonddal együtt vagyunk, meg így úgy éljük a napokat, hogy így mindent megosztunk egymással, így nyilván a gondokat is. Úgyhogy azért igen, vannak terhek is. Szerintem ugye nálunk ott 2 van, itt egy nálam is 2. Hát 2 gyereknél is, de 1-nél is. Tehát annyi mindent fejben kell tartani. Főleg, amikor egyébként iskolások, az szerintem onnantól jön el az az idő, hogy nem tudod, hogy a külön óráit, a tényleg bármit egy gyereknél is, bármilyen időpontokat, ami iskolát illető, ezeket fejben tartani, de hogy 4 szerezve, azért ez kicsit erős. Igen, és mindig mondjuk, hogy csinálja. Igen, és ez még most is így van, tehát hogy tényleg még a 18 évesre is figyelni kell, meg ugyanúgy a 20 évesnek a programjára is, hogy mikor érkezik a vonat, mikor kell menni, hogyan. Igen, hát nem egyszerű. Hát és ugye mi ezt halljuk is sokszor, hogy hogyan megy a család koordinálása. Az összesét halljuk, tegyünk hozzá. Egy istennő, tehát fogalmam sincs, hogy csinálja. Szerintem 36 keze van, mindenkihez van egy-egy kedves szava, de nem csak a gyerekekhez, hanem hogy így hozzánk is, a mi anyukánk is, pedig hát is koordinál. Együttesek vagyunk, jó veletek, nem, de... A polipanyú. Hát igen, meg egyébként azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy tényleg a szerkesztőségben is az van, hogy úgy azért mindenhol ott van a szeme, és mindenkiről tudja, hogy éppen mondjuk, ha valami élménye volt, akkor rá tud kérdezni másnap, hogy na, az hogy volt? Tehát, hogy tényleg mindenkinek az életében annyira benne van a Hetti, és ez tök jó. Hát biztos az is, mert tényleg 4 gyereke is figyelni kell otthon, hogy ővelük mi történik. Jó, de én a saját programjaimat sem tudom fejben tartani. Nem, neked biztos kell ehhez egy ilyen személyiség is. Á, biztos nem. Renko, mi így hívunk téged, Renko. Igen, hát nálunk 2 gyerkőc van, az egyikük 2 éves, és bölcs is. Ja, és a másikuk is. Szóval viccet félretéve. Ikletről beszélünk. Most kicsit meglepődtünk, hogy jól mondjuk. Szóval viccet félretéve, igen. Én azt mondom, hogy nagyon sok mindenben nagyon nehéz az ikres anyának lenni, de nagyon sok dologban viszont szerintem sokkal könnyebb nekünk, mert most már érzem azt, hogy 2 évesek, pont egyébként ma, legalábbis a műsornak a felvételének a napján, hogy, és a sors fintora vagy mosolya, hogy pont 2 éve még a szülőszobán voltam, most meg már itt a kamera előtt, és hogy én most kezdtem el azt érezni, hogy egymás játszópajtásai, és nem mindig anya körül forog minden, hanem tudunk együtt játszani, mármint hogy ők, de én azért azt mondom, hogy az arcomon is rajta van ez az elmúlt 2 év szerintem, meg egy kicsit úgy tényleg testileg is, meg lelkileg is. És én amikor visszajöttem ide hozzátok, akkor nem csak azért jöttem, hogy tényleg újra hasznosnak érezzem magamat, mert szerintem ez nagyon fontos egy nő életében, hogy ne csak anya legyen, meg feleség, társ, hanem hogy olyan munkaerő, akit akár megbecsülnek az adott munkahelyen. És én nem csak ezért jöttem, hanem amiért kicsit a Hetti is itt van, meg szerintem mindannyian, hogy úgy feltöltődjünk egymás által. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt vagyok újra. Igen, az előbb beszéltük ezt, ahogy a Hetti mondta, hogy ugye neki a munka, a pihenés, hogy most tényleg ti is esetleg úgy érzitek, hogy most ti ketten vagytok, a legfrissebben visszajöttek, szépen mondtam, hogy akkor ilyenkor most egy kicsit a babás dolgokat félre tudjátok tenni, és akkor ilyenkor így végre felnőttnek és értékesnek érzitek magatokat? Abszolút, ez tényleg így van. Tehát ugye 3 évig egy volt kollégának, a Diának volt erre egy jó szava, hogy bababuborékban voltunk, és nagyon hiányzott a felnőtt társaság, tehát találkoztunk, vagy nyilván gondolom ti is, tehát mindenki jár játszótérre, gyerekkel kötelező program, más anyukákkal találkoztunk, beszélgettünk, de hogy ott is mindig csak a babás téma volt, folyamatosan csak a babákról, a gyerekekről volt szó, és hiányzott egy kicsit úgy újra felnőttnek lenni. És ebből mentálisan kikapcsolni újra. Igen, igen, nagyon jó volt így visszajönni közétek. És egy kicsit elvonatkoztatni. Ugye a gyerkőc ott van az oviban, és itt teljesen más témákkal kell foglalkozni, más témákat kell feldolgozni, és ez most nagyon jó. És egyébként érzem magamon azt, hogy én sokkal kiegyensúlyozottabb lettem, otthon is, itt is talán. Az nem biztos.
De. Én azért találkoztam, igen, a három év alatt szerintem igazad van. Pont ezért egyébként, tehát, hogy nekem az a másfél, vagy hát 20 hónap volt, amit otthon töltöttem, az egy hónapos terhességes időszakkal együtt, azt hiszem. De mindegy, de az a lényeg, hogy én hetente bejöttem hozzátok, hát emlékeztek. Akartátok, nem akartátok, én a Rékával jöttem, meg a Chelsea-vel, mert nekem ez a társaság, nekem tényleg ez a közösség a második családom, és én nélkületek nem tudom elképzelni sehogy. Ez így jó. Nekem ez nem a munkahelyem, hanem tudom, az életem egy fontos része. És persze dolgozom, és szeretem a munkámat, de nekem ez ennél sokkal több. Egy igazi csapat és igazi közösség. Ezt biztos, hogy mindannyian alá tudjuk támasztani. Egyébként én is így voltam ezzel, hogy minél előbb visszajönni, mert nem tudom, hogy te mint két gyereket egyszerre otthon nevelve, hát nálam is ugye hasonló volt ez, csak nem egykorú gyerekeket, igen. De hát én a két gyerek mellett egy kicsit már úgy éreztem magam, hogy na jó, van, én most már tényleg megyek. Mert igen, amikor az ember már csak anyának érzi magát, akkor az egy nagyon szép dolog, és talán tényleg az egyik legszebb dolog az életbe, szülővé válni, de mind a mellett akkor az a többi, hát mondjuk úgy, hogy státuszunk, vagy pozíciónk, meg eltörpülés. És szerintem lehet, hogy a legtöbb anya küzd ezzel, hogy ne csak anya legyen, de szerintem ez ma nem kap olyan nagy hangsúlyt. Pedig nagyon sok anya depressziós, és én abszolút éreztem, olyan 6 hónaposak lehettek az ikrek, amikor úgy éreztem, hogy most vagy én őrültem meg, vagy a világ van ellenem, de akkor úgy éreztem, hogy felrobban a szívem meg az agyam. És mondjuk nagyon sokat segített a férjem ebben, meg a család, de úgy igazán egy anya szívében, meg a fejében nem láthat bele senki. És még egy szakember se, ha már arról beszélünk, hogy depresszió szerintem. Uh-huh. Most, hogy ezt így említetted, saját belátásotok szerint mennyire volt ez nálatok jelen? Mondjuk én nem emlékszem a saját engem lehúzott olyan fél éves koruk körül egy olyan 3-4 hónapig, nagyon lent éreztem magam, és én elkezdtem hozzátok bejönni, ahogy a Rita is mondta, hogy ők Rékával, meg a kutyusukkal bejöttek többször, és engem az mindig feltöltött, és akkor hazamentem. És a gyerekeket meg elfárasztott. Egyébként igen, meg amikor itt etettétek őket, vagy valaki pelenkázta egyiküket, már nem is tudom, egyikük Hetti kezébe, Szilvi kezébe, Rita kezébe, és így azt mondtam, hogy én csak így itt ülök, és jaj, de jó, ez a Fehérvár tévés bölcsi, szóval nagyon jó volt nekik is, meg nekem is, és engem az kezdett el fölfele vinni. De tényleg, amúgy. Nektek ilyen depresszió jellegű? Nekem volt szülés utáni depresszióm, de az a... Szóval nem amiatt, mert hogy otthon voltam a gyerekkel, hanem ami így hormonálisan jött elő, vagy nem tudom, amikor a kisfiam 3 hónapos volt, akkor jött ez. És amikor nagyon szörnyű érzés, amikor így a férjed 7 órakor elmegy dolgozni, 3-kor már otthon van, de azért imádkozol, hogy már mikor jön haza, mert hogy úgy érzed, hogy a gyerekkel együtt úgy igen. Bezárva olyan nagyon-nagyon rossz érzés. De aztán ezzel ugye a férjemmel együtt megküzdöttünk, szóval, hogy így, és akkor így mire 5 hónapos volt Adina, már ezen úgy túl voltunk, mire a mese 5 hónapos és volt. Ez a szerencse, amikor túl tudunk lendülni egyedül, vagy a család segítségével, de azért ez viszont nagyon sokaknak nem megy. Hát igen. És neked, mert ugye vannak korkülönbségek a gyerkőcök között, de volt olyan időszak, amikor együtt voltál velük otthon? Nem, ugye? Tehát, hogy... Ja, de nem, hát te mindegyikkel otthon igen, voltál, igen, tényleg. Igen. Hó, hát akkor nálad hatványozódott az éppen az akartam mondani, vagy itt közben mondani, hogy ugye én 14 évig voltam otthon, és nekem például ilyen érzéseim nem voltak, hogy már úgy mennék valahova vissza, vagy dolgozni. Tehát én nagyon el voltam otthon, mint anya, meg mint háztartásvezető, vagy nem tudom, én nagyon szerettem. Nem is nagyon akartam elkezdeni dolgozni, csak a férjem mondta, hogy akkor most már itt az idő, hogy 14 év után elmenjek dolgozni. És aztán milyen jó volt, milyen jó ez a döntés, hogy ez így megszületett, mert hogy azóta meg már nem tudnám elképzelni úgy az életet, hogy ne dolgozzak. Nehéz volt amúgy annyi idő után újra kezdeni, mert azért mi és amúgy egy-két-három évet voltunk, te nem. Pedig kicsit azért többet. Nem, mert nekem nagy segítség volt akkor még, hogy anyukám élt, meg apukám sokat segített, meg most is segítene bármikor, hogyha tehetné, vagy atya kellene, meg a férjem is nagy segítség, úgyhogy én nem, tök gyorsan bele lehetett lendülni. Meg hát biztos azért már, hogy annyira jó érzés volt újra visszajönni, hogy így nagyon jó volt. Említettétek az előbb a játszóteret, mennyire vagytok, vagy voltatok ilyen játszóteres anyukák? Én mondjuk kicsit igen, az voltam, de én nem vagyok az a tipikus, nem szerettem olyan sokat oda járni, nem tudom miért. Lehet, hogy azért, mert ugye sokan
mindig azt mutogatták, hogy ó, az én gyerekem ezt csinál, az másé meg így, igen. És akkor ó, nekem ez így minden játszótéren vannak ilyen versenyzős anyukák. Mi nagyon sokat jártunk, rengeteget. Tehát volt, amikor jó idő volt, napjában kétszer, délelőtt, délután is lent voltunk, órákat. Igényelte nagyon a kisasszony, úgyhogy muszáj volt vele lemenni, és igen, tehát ez elmondhatom, hogy minden egyes játszótéren van olyan anyuka, aki versenyezteti a gyereket. Hát igen. Hát nem tudom. Mi nagyon sokat jártunk sétálni, és nekem nagy szerencsém volt, mert Réka nagyon jó kislány volt, és azon túl, hogy 3 óránként felkelt éjszaka is elni, szerintem 3 hónapos kora óta nyilván, mit tudom én, hetente egy-egy alkalmat leszámítva, amikor éjszakáztunk, de hogy ő aludt, és köztünk annyira jó az összhang a mai napig, tehát hogy érezzük egymás rezdüléseit, ami néha mondjuk nagyon rossz, de hogy ilyen nagyon kis burokban vagyunk, és fú, amikor nem dolgoztam, én imádtam, tehát hogy reggelé fölébredtünk, levittük a kutyákat, órákat sétáltunk, de tényleg babakocsiban, hát a Réka a Bregyó melletti kis erdőben tanult meg a Chelsea-vel menni, mert vittem a kis pókrócot, uzsonnát, 10 óráit, és igazából csak a déli alvást töltöttük otthon, hogyha szép idő volt, ugye akkor volt a Covid is, nem nagyon mehetünk sehova, de hogy mi konkrétan majdnem, hogy csak egész nap kint voltunk, kilométereket rótunk. A játszótérre viszont nem, nagyon zárkózott vagyok, és sajnos ezt lehet, hogy elrontottam, kicsit többet kellett volna vinni a játszótérre, de magam miatt nagyon ritkán vittem, de persze, hogyha éppen láttam, hogy csak egy anyuka van ott, vagy kevesebben vannak, akkor játszóterezett. Meg hát a mozgásfejlődése miatt muszáj volt biztosítani, de nem, nekem ez egyébként életem legszebb időszaka volt tényleg. Fantasztikus volt vele ez az időszak. Én csak addig mentem velük a játszótérre, meg a Rózsaligetbe, mert hogy nem messze laktunk akkor még a Rózsaligettől, amíg nem tudtak menni. És azóta... Onnantól kezdve sokkal nehezebb, igen. Azóta nem. De a motor, meg a futóbicikli óriási talán. De olyan szempontból értem, hogy nem megyek velük úgy játszótér, hogy egyedül, hogy amióta mennek, mert hogy ugye ketten két fele, vagy inkább ketten hat fele, és az a baj, vagy nem feltétlen baj, de inkább úgy mondom, hogy az az egyik nehézsége ennek, hogy én egyedül így velük még nem nagyon tudok úgy elmenni, hogy... hát kordában tartsam őket, és amikor idejöttem a tévéhez is, vagy jövök most is velük, akkor hát valamelyik őtök mindig rohan hozzám, és soha nincs olyan, hogy én egyedül megyek fel velük, egyiküket mindig felkapjátok, szóval ez így most az még nehéz. Abszurd, de... tehát hogy tényleg még pislant egyet az ember, valamelyik gyerkőc már valami olyasmit, vagy pont el akar esni, vagy beleri a fejét, vagy én nem tudom, hogy bírod, tehát hogy ez elképesztő. Én szerintem amúgy mindenkinek az a nehéz, ami van. Biztos vagyok benne, hogy viszont azt szerintem nem igaz az a közhely, hogy mindenkire annyit mérnek, amennyit bír, mert... Mert én amúgy ebbe tényleg agyilag, hogyha lehetne most karácsonyra egy új idegrendszer mindenképpen kérni, de hiszem, hogy mindenkinek az a nehéz, ami van, és szerintem ebben mindannyian meg tudtok erősíteni, hogy mindenhol mások a problémák, mindenhol. Nálunk is az egyikük nagyon nyugodt, ellegózik fél órát, órát, másikuk hisz, tudjátok, a világot felszántja, és biztos, hogy nálatok is így van, meg Szilvinél ugye, ahol kettő van, hogy tényleg kívülbelül mások. Mások. Teljesen. Réka is különbözik a kutyától. Na. Beszéljünk egy picit azért a munkáról is. Így, hogy visszajöttetek, egy kicsit azért nektek, kettőtöknek a munka köröttök is egy picit átalakult. Picit meséltek erről, hogy mi mindennel másabb, amit csináltok. Most milyennek látjátok egyébként így a szünet után azt, ahova visszacsöppentetek, de Rita, nálad is kíváncsi vagyok arra, hogy utána te mit éreztél ilyen szinten, vagy minden ugyanúgy maradt, bár nyilván azért mi is folyamatosan változunk, meg hát neked egy ilyen jó hosszú év, több mint majdnem másfél évtizedes kihagyás volt, azért te meg egy teljesen más világba jöttél vissza ahhoz képest, mint amiből elmentél. Nálunk csak 2,5 év maradt ki, ami a munkát illeti, vagyis ami az én részemet illeti, viszont én ilyen nagyon-nagyon újrakezdőnek érzem magam. Tele önbizalomhiánnyal, tele olyan gátakkal, amiket most még nagyon le kell vetkőzni. Én így érzem. Kezelésbe veszünk majd ránk. Rendben van. Na, de azért azt is elmesélhetjük, hogy most már rádiózol is, ugye? Ugye én rádiósként kezdtem annak idején Baján, úgy kerültem ide a tévéhez, én nagyon beleszerettem a tévébe, szerintem a Rita erről tudna hosszabban
beszélni, mint én, hogy milyen is a tévés szerelem, mert szerintem közülünk az egyik te vagy, akinek nagyon nagy szerelme a tévé, vagy úgy mondom, hogy jobban, sokkal, mint a rádió szerintem, vagyis én úgy emlékszem vissza. Én a rádióba vágytam, viszont a tévéhez kerültem. Most viszont az egyik álom újra valóra vált, de már nagyon a tévében érzem én inkább magamat magabiztosabbnak. Most bele kell ebbe újra rázódni, viszont az szerintem egy nagyon, nagyon nagy előnye a rádiós munkáknak, hogy ott nem kell teljes testünket ebbe beleadni, hanem elég a lelkünket, meg a dumálókánkat, és szerintem az egy kicsit könnyít ilyenkor a helyzetünkön, főleg visszaemlékszem, amikor rádióztam, és nekem akkor halt meg az apukám, és ugyanúgy be kellett ülni élőadásba, teljesíteni a híreket és felmondani a híreket, szórakoztatni a hallgatóságot, és ott az egy nagyon nagy könnyebbség volt nekem, hogy az arcomat nem kellett adni. Petra, te igen. Is most rádiózol is, ugye? Igen, szoktunk beszélgetni a Renivel erről, mert hogy valahogy nagyon hasonlóak az érzéseink. Igen, tehát hogy én is olyan kis kezdőnek, még kis esetlennek érzem magam, pedig hát azért mi már benne voltunk nyakig ebben a történetben, de hogy még nagyon furcsa, még vissza kell rázódni, amellett, hogy ugye jól érzem magam, jobban érzem magam, mint ahogy éreztem magam, kiegyensúlyozottan vagyok, viszont mégis tényleg olyan kis ilyen kettős érzés, ez ilyen tök furcsa egyébként. Kicsit keressük a helyünket. Igen, hogy még ugye keressük a helyünket. A világ is, változott ugye. Az is, és hát ugye a rádió, amit én új feladatként megkaptam, és egyébként nagyon örülök, hogy abba is belekóstolhatok, kipróbálhatom, szerezhetek benne tapasztalatot egyelőre, nagyon izgalmas még a terep, és nagyon-nagyon sokat kell még tanulnom. Uh-huh. Rita? Nálam ilyen nem volt, arra emlékszem, hogy volt egy beosztás, és hát nyilván az első napon, amikor az első hivatalos munkanap, akkor a Dóri még úgy írt be szerkesztőnek, hogy még mindegy, mit csinálok. És nem tudom, biztos te lettél volna az egyes híradó, de nem tudom, hogy emlékszel-e rá, de megkérdelek, hogy hadd csináljam meg. Nagyon izgultam, úgy, mint szerintem, amikor először vezettem híradót, akkor sem izgultam annyira, mint akkor. Viszont nekem ebből a szempontból én nem éreztem magam kezdőnek. Nagyon sajnálom, mert lehet, hogy most kellett volna valami szerénységet felvenni, de nem. Tehát, hogy miután megvolt az első műsorvezetés, vagy az első híradóanyag, vagy az első interjú készítés, akkor nekem olyan volt, mintha ki sem maradt volna semmi. Meg emlékszem, hogy nem emlékszem már, hogy országgyűlési választások voltak abban az időben, amikor én itt nem dolgoztam, vagy... Igen, aznap tudom, hogy bejöttem aznap este és dolgoztam, igen. És hogy azt igen, a, arra nekem, kértett, igen, hogy igen, igen, igen. És olyan jó munkahely volt, hogy ezt hagyták. Na ott az viszont érdekes volt, hogy a műsor előtt még a kislányomat behozták, akkor én ott őt elrendeztem, és akkor hát maradtam egy ideig, az érdekes volt, de igen. Az a kettőség viszont megvolt bennem, meg a mai napig sokszor megvan, hogy nagyon szeretek itt lenni, imádom a munkámat, de néha úgy... Tehát, hogy én akkor vagyok egész, amikor a Rékával vagyok. Még akkor is, hogyha sokat vagyok a Rékával, és mondjuk a minden idegszállammal azt gondolom, hogy én ezt most nem akarom, egy kicsi szünetet szeretnék, de hogy úgy vagyok egész, hogyha a Réka velem van. A híradó műsorvezetésben nem, mert az nagyon fura volt, de én most átadom a szót szerintem a Hettinek is. Úgy sem fogod ezt megúszni egyébként. Jó, mert közben jegyzetelek, muszáj, mert úgy látom, hogy a műsoridőnk nem biztos, hogy elég lenne, hogyha most tényleg minden végigfutnánk, amit szeretnék, de sok minden van még. Hettike, akkor nálad ez egy teljesen más világ volt egy másfél évtized után. Igen, már 14 év után egy másik épületbe kellett alapból egyébként a munkát újra elkezdeni, de nekem az volt a fura, hogy ugye castingolni kellett, ez nem volt fura. Hogy végül bekerültem, nagyon hálát adtam a Jóistennek, hogy visszakerülhettem, de hogy az első munkanapom konkrétan már így forgatással, tehát így 14 év után konkrétan az első éles nap az így telt, hogy már nem kellett forgatni az Ádámmal, hogy tök jó, hogy az Ádámmal, mert az Ádámmal ugye előtte is dolgoztam, de hogy ezen úgy meglepődtem, hogy először azt hittem, hogy így tudjátok, így egy-két napig így még szokom a helyet, hogy valamit, hogy nem. És hogy mennyire durva szerintem, hogy így 14 év után az ember visszacsöppen, és hogy
Előtte nyilván volt 14 évben nem írtam egy darab híradós anyagot se, de hogy az emberben benne marad, hogy ezt hogyan kell. Ugye? És hogy igen, és hogy visszajössz, leforgatod az anyagot, és hogy így megíró 14 év után is ugyanúgy. De akkor ez nekünk olyan, mint elképesztő. A biciklizés, csak nekem és a Petrának néha még kell a pótkerék. Igen. Nektek viszont nem kell. Igen, nektek csak az újdonság miatt kell most szerintem. Elképzelhető. Tehát, lehet, hogy csak a rádió miatt egyébként tényleg. Lehet. Igen, úgyhogy nekem ez így, meg hát nekem, ami így a 14 év után, ami újdonság, hogy hírolvasó lehettem, mert ugye előtte sosem voltam az, mert próbálkoztunk mi annak idején még a Szombati Zoltánnal, de nem ment ez nekem. Hát ez neked ment, nekem meg nem. Most sem mondom, hogy megy, de hogy most legalább lehetőséget kaptam. Dehogy nem. Igen, egyébként mind a négyen szoktatok híradozni azért. Ez mennyire szerelmetek ez a híradós téma? Azon kívül, hogy mondjuk csináljátok, tehát hogy a háttérben ugye a szerkesztőségi részét is csináljátok, riporterkedtek, mennyire szeretitek mondjuk a híradós részét? Nyilván azt kell mondani, hogy igen, de lehettek, most őszinték köztünk vagyunk. Most, amikor ugye visszajöttem, és először vezettem híradót, az nagyon annyira izgultam, mint szerintem az első híradó vezetésemnél. Nem tudom, te hogy voltál vele, Reni? Ez nagyon-nagyon furi volt, viszont a másodiknál már nem. Igen, igen. Valahogy tényleg visszaültünk arra a biciklire talán, aha, ami ezt illeti. De jó, jó, amikor a nézőnek elsőként mondhatod el a híreket, tehát az nagyon jó. Igen, az tényleg jó, jó érzés. Én szeretek iradót vezetni. Te is szeretsz, nem, Rita? Főleg gyerekkel. Igen! Azt majd később. Igen, főleg ahogy idősödöm egyre inkább, de én azt gondolom, hogy én egy kicsit too much vagyok a híradóban. Tehát, hogy nekem le kell fogni a kezeimet. Nagyon nehéz volt, főleg amikor először vezetem híradót, hogy ami le van írva, azt kell felolvasni, tehát hogy ebben ne tegyem bele magam, ne tegyem bele a lelkemet. Viszont a hírek világát viszont tényleg megőrülök érte. Tehát, hogyha elsőként tudósíthatok bármiről, ami a városban vagy a környékén történik, akkor az nekem nagyon fontos, és azt a részét imádom, tehát hogy a terepmunka, riportkészítés az a mindenem. Szeretek híradót vezetni, főleg ahogy idősödöm, de szerintem ahhoz egy kicsit sok vagyok. És azt, amit most mondtál, hogy te első kézből szeretnél tudósítani, az miért van? Miért van benned ez az érzés, hogy én szeretném megcsinálni? Mert adrenalin függő vagyok. Mert hírverseny van, ahogy Megyeri Zoli szokta mondani, aki egyébként ott áll és bólogat. Aztán, hogy és egy kicsit kuncog is azért mellé. Hettike? Én a hírolvasást nagyon szeretem. Az egyedüli része, amit nem szeretek, hogy a zöld az egyik kedvencénem, de ugye zöld ruhában nagyon nem lehet jönni aznap. Ma ilyen beugrós hírolvasócska lettem, és van egy kicsi zöld ruhám, pont egy kicsit aggódtam ezen, hogy majd ez probléma. Amit nem szeretek benne, hogy azért nekem az olvasással vannak problémáim, így az anyagoknál még, amikor felolvas az ember a hangmondós szobába, akkor azért tud rajta változtatni, amikor élőben vagy a hírolvasó, akkor azért kicsit nehezebb. És hát azért, mert én gyorsabban beszélek azért, nekem és ha nagyon odafigyelek, akkor meg már tudira, hogy elveszek a szövegben, tehát hogy nekem ezzel van a problémáim, de amúgy nagyon, én nagyon szeretem. Na beszéljünk még arról, hogy milyen szenvedélyeitek vannak már, mint a híradózást tekintve, ugye, hát Ritáról tudják szerintem a nézők is, hogy mert sokszor láthatták, hogy kéklámpás függő, azaz, tényleg bámulatos az, hogy és szerintem tényleg le a kalappal előtted ez miatt, hogy megcsörren a telefon, vagy megtudjuk valahonnan, hogy ég egy ház, vagy bármilyen baleset van, vagy tényleg valami komoly dolog történt, akkor a Rita azonnal. Tehát nem az van, hogy mondjuk a napi szerkesztő utasítja, hanem ő megy. De olyankor is megy, amikor éppen nem dolgozik. Tehát, hogy eszméletlen ez a... Ennek mondjuk a Kajzi annyira nem örül, amikor a Balatonra indultunk, és Gárdonyban volt egy tűz, és előtte véletlenül, tehát hogy oda mentünk, és egy órát várt rám, mert én telefonnal leforgattam, majd megjött az operatőr, külön megcsináltam az interjút, és utána tudtunk menni a Balatonra, tehát hogy ez nem feltétlenül. És akkor éppen valami nyári ruhában voltál, emlékszem. Igen, de ezt nem akartam elmesélni, hogy nem voltam Fehérvár Televízió kompatibilis szedben, de találtam az autóban egy fehér blúzt, és azt még azért úgy magamra vettem, hogy ott mégis. De rövid nadrág volt, igen, köszi Szilvi, mondom, erről nem akartam beszélni. Miért? Hát ez meg az élet szerintem. Elhivatott persze, vagy. Tehát, hogy igen, tehát Ritának van ez az eszméletlen szenvedélye. De ez így leosztódik, és szerintem az nagyon jó, hogy mindenkinek megvan úgy nagyjából, hogy mi az, ami hozzá közel áll. Ő ezzel egyébként sokszor, mondhatom a nevetekbe is, hogy leveszi rólunk a terhet, mert én például egy sokkal gyengébb lelkületű embernek tartom magam, és
És szerintem ezt nem mindenki képes így megcsinálni, és egy ilyen anyagot megírni, és a nézőnek tálalni. És szerintem ez egy nagyon szuper dolog, de, nem, de szerintem erre viszont nem mindannyian vagyunk alkalmasak lelkileg. Szerintem... Szakmailag azt gondolom, hogy talán azért alkalmasak vagyunk mindannyian, de lelkileg nem, és uh-huh. ő nagyon ügyesen el tud vonatkoztatni. Uh-huh. Igen. Egyébként szerintem mindannyiunk példaképe lehet ilyen tekintetben, Erita, mert én nekem nagyon sokáig az, hogy azt mondták, hogy halálos balesethez menni, és egyébként ugye főleg ez azután volt nálam, ugye, hogy én átestem a betegségemen, és ugye akkor visszajöttem, és ez az egész téma nekem egy ilyen, az agyamban egy ilyen volt, hogy én biztos, hogy ilyenre nem is akarok gondolni, nem hogy átélni hasonlókat, és ugye az első ilyen halálos balesetemnél nagyon sokat töprengtem, hogy most akkor mondjam azt, hogy nem megyek, vagy nem tudom, mert ugye nálam is előfordult, hogy azt mondtam egy-egy helyzetre, hogy én ezt most nem. De aztán valahogy... nem volt ilyen, Szilvi. Ugye? De hogy aztán így valahogy én belőled merítek erőt, tehát hogy ahogy most már nem azt mondom, tehát hogy nem egy öröm, ez sajnos, ez egy nagyon szomorú dolog, hogyha nekünk ilyen helyre kell mennünk, de most már meg tudjuk úgy csinálni talán, hogy muszáj erről nekünk tudósítanunk, és nem azt nézzük, hogy... Tehát nem a saját érzéseinket vesszük figyelembe, vagy hogy mondjuk. Igen. Én ezzel nem értek veletek egyet. Én azt gondolom, hogy azért ebben hiszek talán, azért vonzódom ehhez, mert hiszek abban, hogy megfelelő tisztelettel, alázattal, megelőzési célzattal ott a helyünk, és meg kell mutatni azt, hogy Székesfehérváron, akik dolgoznak velünk együtt élünk ebben a városban, vigyáznak ránk éjszakáról éjszakára, akár tűzoltó, mentő, rendőr, teljesen mindegy. És hogy ők oda mennek hozzá, akár hogyha már szegény meghalt a balesetben, akkor tisztelettel vigyáznak rá addig, ameddig ott kell lenni a helyszínen. És hogyha megfelelő érzelemvilággal odaállsz, és megpróbálod ezt bemutatni, és hiszel abban, hogyha ezt megmutatod, akkor lehet, hogy ketten, de ha már csak egy valaki lelassít ott, vagy beköti azt a biztonsági övet, akkor tudsz tenni azért, hogy kevesebb ilyen baleset történjen, és mégis tudjuk azt, hogy ha bajba kerülünk, akkor van, aki segítsen, és sosem vagyunk egyedül. Tehát, hogy én ezt a lelkemmel csinálom, semmi mással, és most mondhatnám azt, hogy én sosem sírtam helyszínen, de akkor hazudnék, mert ez nagyon sokszor előfordul, és amikor megyek az úton, akkor látom, hogy itt mi történt, hogy itt mondjuk megöltek valakit, itt egy nagyon csúnya baleset volt, tehát hogy én ezeket látom, és megy, és de mindig bekötöm a biztonsági övet. Háromszor megnézem a Rékánál a gyerekülésben, és ötször kérdeztem meg az egyenruhásokat, hogy melyik oldalra tegyem a gyerekülést, hogy hol a legbiztonságosabb. Talán így tehetünk valamit. Tehát szerintem ez lélek nélkül nem lehet. A lélek nagyon fontos mindenhez. Mondjuk én mindenhez érzelemmel állok. Ezért csinálod ezeket a témákat te a legjobban egyébként, én azt gondolom. De tanulunk. Nálatok, lányok, milyen szenvedélyek vannak, milyen kedvenc témák vannak? Szerintem én a szociális részét vagy világát érzem magaménak. Én nagyon szeretem a gyermekotthonos gyerekeket. Imádok köztük lenni, és amikor oda megyünk, és oda jönnek megölelni, tehát, hogy ezekből tényleg tud táplálkozni egy riporter. De ami nem is külön téma, hanem inkább történés, az nekem, hát egyébként pont egy ilyen halálos balesettel indult az első, vagy második hetem talán, amikor én Nagy Zoltán Péter, mondjuk így, hogy utasította arra, hogy mivel Ritáig dugóba kerültek Tarkarcsi operatőr kollégánkkal, és nem értek oda a balesethez az M7-esen, hát én voltam itt bent, és a Körtvélyes Tivadar operatőr, és akkor irány. És akkor a második hetemen történt ez, és akkor valahogy megéreztem annak az ízét, és azért mondom, hogy nem különösen téma inkább, hanem egy ilyen történés, hogy az operatőrökkel milyen fontos a te kapcsolatod, és az, hogy milyen húron pendültök, hogy egy húron vagytok-e. Nyilván tök mások vagyunk mindannyian, de kell tudnunk alkalmazkodni, és én akkor kezdtem el megérezni azt, hogy mennyire jól terelgetett ő akkor ott engem, és hogy bár egy nagyon nehéz témánál álltam ott élő egyenes adásba,
viszont neki köszönhettem tényleg azt, hogy időben odaértünk, és hogy ezt lelkileg végig tudtam csinálni 4 percben a Magyar Televízió felé. De nem megyek messzebb, rá pár hónapra vagy egy évre Megyeri Zoli kollégámmal, aki itt van most velünk a stúdióban, talán egy tűzesethez rohantunk Sárkeresztúrra, és éjszaka közepe szerintem, vagy 11 óra körül este. És olyan szinten védelmezett engem ott az ott lévők, és maga az esemény elől, vagy az esemény miatt, hogy tehát ez szerintem ez egy annyira jó dolog itt. Tehát, hogyha nekem nem is téma, ami különösen kedvencem, vagy magaménak érzem, hanem ezek a történések, meg ezek a kapcsolódások, ezek a szálak. Ilyen csapatmunka, igen. Igen. Ez szerintem bármelyikünkért, bármelyik operatőr kiállna, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, ami kellemetlen, vagy ami veszélyes. Hányszor volt ilyen? Persze. Igen. Persze. Mindig egymás mellett állunk. És persze vannak konfrontációk. Van, igen. De főleg a bajban viszont tényleg megmutatkozik, hogy mennyire nagyon összefogunk. Igen, ott mindig összezár egyébként a csapat. Igen. Ettike, kedvenc témát? Nekem is a szociális téma egyébként, úgy, mint a Reninek. Nagyon szeretem egyébként a híradózást, tehát hogy azt, hogy egy csomó helyre eljutok, ahol egyébként nem jutnék el. Tehát, hogyha nem ez a munkám lenne, akkor tudira nem jutnék el, és nem vehetnék részt mondjuk ilyen gyönyörű, szép műsorokon. Nem olyan régen voltam egy ilyen jótékonysági koncerten, amit megszervezett azt hiszem a Kis Gyémántok Alapítványa, az a nevük. És ott konkrétan jöttek a könnyeim. Tehát, hogy az ilyen eseményekre azért szeretek eljutni, egyrészt, mert szerintem a napi hősökkel találkozunk. Tehát, hogy azok az emberek, akik lemondanak a saját pénzükről, vagyonukról, gazdálkodásukban, hogy másoknak örömet szerezenek, azok ilyen kis napi, hát szentek is, meg hősök is az én szememben. És amikor hogy látom azokat a kis csillogó tekinteteket a fogyatékkal élő gyermekek részéről, hogy mennyire örülnek, hogy vannak ilyen emberek, akik értük tesznek, na, azt úgy nagyon szeretem. És hogy ilyen emberekkel készíthetek interjút, igazi öröm nekem. Igen. Most csak elgondolkodtam ugye a saját magam szenvedélyével, ugye, hogy nálam ugye szintén a fogyatékosság. Fogyatékos ügy, igen. És ugye nálam is ez van, hogyha bemegyek egy ilyen helyre, akkor soha nem jönnék haza egyébként, mert annyit ad. Petra, neked milyen kedvenc témáid vannak? Nálam is inkább ez a szociális vonal, ami megfog. És hát ez, amit elmondtak a csajok egyébként, hogy annyit ad. Tehát annyi mindent adnak ők nekünk, pedig nem vagyunk ott olyan nagyon sokat, hogy bárkivel szoros kapcsolat, vagy bármilyen ismeretség kialakulna, de abban a pár percben, vagy órában, fél órában, másfél órában akár annyi szeretetet tudnak nekünk adni, akár gyerkőcökről van szó, vagy bármelyik szociális otthonba, ha bemegyünk. Hát igen, az valami csoda. Meg hát ugye ilyenkor karácsony körül is azért ez a sok-sok jótékonysági esemény, amire elmegyünk, az mind szerintem nagyon szívet melengető. Igen. Például akár csak a hajléktalan szállóra, hogy viszik most például az adományokat, vagy a családok átmeneti otthonába, ott azért mindig összeszorul az ember szíve, nem? De hogy az nagyon jó, hogy ennyivel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy esetleg valakinek, vagy valakiknek segítsünk, hogy mondjuk egy híradóanyagot leforgatunk, vagy egy magazint készítünk ennek kapcsán, és ez szerintem nagyon jó. Azt hittem, hogy akartál hozzáfűzni valamit. Ja, nem, hogy szerintem is ez nem, csak jó. Mi annyira egy húron pendülünk itt a szélén, és mindig bólogatunk egymásra, mondjuk mindannyiunkhoz. Most, hogy vagy mondtad az előbb, hogy nem biztos, hogy eljutnánk olyan helyekre, hogyha nem ezen a munkahelyen dolgoznánk. Nekem mindig az szokott eszembe jutni, hogy viccesen egyszer mondtam, hogy egy ilyen stúdió látogatásnál, hogy nagyon sok olyan helyre eljutunk, ahova nem, és mondjuk például a börtönbe, és akkor így mondták, hogy de hát, ha csinálsz olyat, akkor nyilván bekerülhetsz a börtönbe. Úgyhogy, de ez is érdekes például, hogy egy ilyen helyre eljutsz, és lássad ezt a belső világot. Egy ilyen börtönös sztori csak, hogyha elmeséltek, hogy amikor én egyetlen egyszer forgattam a börtönben, elég nehéz volt bejutni egyébként a börtönbe, tehát azért nem egyszerű bejutni sem. De hogy az is kellett az a forgatás, mert hogy azért nekem vannak ugye gyerekeim, és így végig arra gondoltam, szegény kisfiam, hogy csak a kisfiam ne jusson el soha egy ilyen helyre. Tehát hogy az ember azért úgy aggódik szülőként. Nyilván ők se, de hogy így az ember, hát a fiad van, akkor azért úgy kicsit jobban aggódsz érte, hogy ne jusson el ilyen helyre.
nyilván nem fog rajta, és remélem, hogy nem fog, de hogy ez is kellett ez a forgatás ahhoz, hogy ezt is megtapasztaljam, hogy azért ott mégiscsak egy börtönben vagyunk. Beszéltünk itt szívmelengető, meg egy kicsit szívszorító dolgokról is, és a műsoridőnk 5 percen belül lejár. Még lett volna nagyon sok rész, főleg az, amikor az életutakon végigmegyünk. Kettőtök esetében már azért hallhattuk, kettőtök esetében meg még nem, úgyhogy még majd egyszer reméljük, hogy erre is sor tudunk keríteni. Viszont azt szeretném, hogyha itt a műsor végén gyorsan átgondolnátok, hogy melyik volt az a legizgalmasabb, vagy legviccesebb, vagy legemlékezetesebb forgatás, vagy bármilyen tévés élmény, amit most így hirtelen el tudnátok mondani. Vagy akár csak volna korábban is. Szoktam mi az egyébként felkészíteni egy előre őket, de most hát, ha valami hirtelen kipattan az eszetekből. Hát engem egy gémszarvas kapott be konkrétan a kerítésen keresztül. Úgyhogy igen, amikor ez is Körtvélyes Tivadar kollégámmal volt, operatőr kollégámmal, igazából nagyon rövid a történet, elmondtam a kis stand-upomat a Fehérvár TV irodójába, és közben a gémszarvas így kinyúlt, és hát megpróbált engem nagyon finoman, de bekapni. Szerencsére a kezemet nem, de a kabátomat azt elég jól behúzta oda magához. Hát szerintem... Személysérülés nem történt. Hát Istennek, hála igen. Jó csak jót nevettünk utána a Baki parádéban, amikor megcsináltuk a Baki parádét. Igen. Szerintem ez egy emlékezetes dolog volt, hogyha nézik a műsorainkat a Fehérvár TV nézői, akkor szerintem erre emlékezhettek, mert egyébként én ezt az utcán is hallottam már meg ismerőstől, hogy az a Baki parádé az nagyon jó volt. Vagy Hettike? Hát igazából nekem nagyon sok emlékezetes van, vicces az, nem tudom, hogy mennyi van, mindegy, azok is azért vannak, de én az összes forgatást azért szeretem, mert tényleg, hogy csapatban működünk, tehát hogy megyünk az operatőrrel, és bármi történhet ugye az adott helyzetekben, de ha már így valamit kell mondani, akkor az, amikor egyszer így, hát nem volt annyira túl jó idő, szóval elég nagy szél volt, és akkor ezt elküldtek bennünket valamelyik víztározóhoz, hogy vegyünk képeket az M1-nek, és nem tudtunk fölmenni egész. Tehát a Karival ott nevettünk, mert hogy nem tudott képet venni, mert hogy fújt le bennünket a szél. Tehát ilyen helyzetek is vannak, hogy így küzdjünk meg az elemekkel, de azért igen, valami képet produkáljunk, vagy valamit azért tudjunk küldeni az M1-nek. Rita? Ja, először mesélj, Petra. Én folyamatosan gondolkozom, de hogy mindegyik forgatás ad valamit, és mindig történik vagy valami vicces, vagy valami különleges, vagy valami abszurd, de hogy valami mindig történik. Viszont eszem jutott nekem egy olyan szombati nap, amikor az Olival voltunk, és el kellett mennünk valahová a Balaton felvidékre. Pontos úti célt nem tudtunk még, amikor elindultunk, csak mennünk kellett, és meg kellett keresnünk egy leszakadt polgármesteri hivatal tetőt, és akkor olyan utakon jártunk, olyan helyeken, hogy Jézusom, és esernyővel álltam az épület előtt, és akkor úgy próbáltam elmondani, mit szerettem volna, de körülbelül 6-szor kicsavart egyébként a szél az ernyőt a kezemből, akkor azt úgy feladtuk, akkor jött a kapucni, vagy a Zoli tartotta az esernyőt, és igen, az egy mozgalmas szombat, a szombati nap volt, és akkor nem találtunk térerőt, hogy ugye elküldjük az anyagot Pestre, akkor próbáltunk benzinkutat vadászni, ahol fedett helyre kerüljünk, mert hogy ugye szakadt egyébként az eső egész állónap. Az egy ilyen kis kalandos délelőtt volt, de hát ezen kívül még millió dolog hát történt. Amikor az Ádámmal fennakadt egy drón az autónk aljára, és azt vonszolnak pontosan. Tényleg nagyon sok minden történt. És a tökös, azt nem meséled el? Volt egy állélőd, azt hiszem, amikor nagyra növesztettük. Tökön rajta ültél. Rajta talán. Ültem. És meg volt ez még a Baki parádéban is betettük. Évről évre egyre nagyobb tököt növeszt. Ez volt a szóval. Hát azt ilyen is volt. Az is nagyon jó volt. Rita, nem tudok tényleg kiemelni egyet. Nagyon szeretem, hogy bejövök reggel, és fogalmam sincs, hogy folytatódik a nap, és nagyon szeretem, hogy tényleg ez így kiszámíthatatlan. Főleg amióta van Réka, azóta nagyon, mondjuk az biztos, hogy legkésőbb 3-4-kor megyek, mert a Rékát kiteszik az OB-ból, tehát hogy ott vége van. Utána még visszajöhetek, és erre szokott is példa lenni, hogy utána még visszajövök, és akkor befejezem, ami van, de hogy addig tudok helyszíneken dolgozni, de mindegy, az a lényeg, hogy nagyon szeretem, hogy teljesen kiszámíthatatlan ez a dolog, és nekem erre szükségem van. És millió gyönyörű emlék, viccesek, szívbe markolóak, bosszúsak néha.
de igen, ez jó. És még azért ugye mondtam az előbb, hogy nem úszod meg, hát azért a múltkor is ez egy nagyon cuki volt, mikor ugye mondta Rita a műsorunk közben, hogy azért néha a Rékával együtt kell, hogy jöjjön ugye dolgozni, és hát most szerintem ez először fordult úgy talán szeret elő, egyébként idejönni. Hogy a híradó stúdióba is. Jaj, drága szívem, olyan aranyos volt, megbeszéltük, nagyon okos, 4,5 éves, februárban lesz ugye 5, és megbeszéltük, hogy kérdeztem, hogy nem marad-e kint, nézhet Bogyó és Babóc, hát azért nincs mindig mese, hogy azt mondta, hogy jó, ott marad. És aztán a híradó előtt 2 perccel mondta, hogy nem, hát akkor mégis bejönne, és akkor így a híradó asztal mellé leültettem, hoztam neki filctollat, ceruzát, nyomtattam neki nagyon szép kis kifestőket, és akkor hasra feküdt és elkezdett rajzolni. Megbeszéltük, hogy ha én beszélek, ő nem beszél. Ez azt hiszem, hogy egészen addig tartott, ameddig el nem kezdődött a híradó, de nagyon okos volt, mert suttogott, és miközben én olvastam a híradót, a Réka ugye azt mondta, anya, nem találom a kéket, anya, mi már ugye voltunk Olaszországban, és folyamatosan így beszélt, mindegy, megoldottuk az anyagok közben, megbeszéltük, amit meg kellett, és akkor vége lett a híradónak, és ez látszik is a kicsi keze a Rékának, hogy azt hitte, hogy már vége van, de ugye én még beszéltem, és felállt, és akkor így a kis kezei látszott a híradóban. Igen, de hogy azért ez nem sűrűn fordul elő, de ez egy ilyen helyzet volt, amit így tudtunk megoldani. Nekem is volt egyébként egyszer egy ilyen, hogy a Mircsi bejött velem az egyórási híradóra, és így leültettem egy székre, és hát ő azért néha kicsit problémásabb ugye a viselkedése, és így nem mindig lehet rá parancsolni, hogy mit, mert ő azt csinál, amit akar állandóan. És hát ahogy elkezdtem mondani a felkonfort, de tényleg nagyon félve ültem be, és mondtam, hogy légy kicsim, csak tényleg addig, ameddig anya beszél, tényleg maradj csöndbe, és azt hallgattam, hogy... és folyamatosan kuncogott, én meg konkrétan annyira kínosnak éreztem, hogy majdnem elsírtam magam. És végig ott volt velem, és szegényt ugye nem tudtam hova rakni, úgyhogy az egész irodó alatt, amikor ment az anya, csöndbe le, ezt el tudom képzelni, hogyha mondjuk ez kiment volna adásba, akkor hogy néznek a nézők. De hát igen, sok ilyen hasonló élményünk van, és hát remélem, hogy nagyon sok közös élményünk lesz még munkában is, meg munkán kívül is, mert azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon jó csapatunk van, és remélem, hogy sokáig együtt maradunk így, ahogy vagyunk. Köszönjük. Jó, most kirázott ez a hideg, vagy mi, hogy hideg lév a bőrös lettem, úgyhogy ez jó volna. Köszönjük szépen, hogy itt hoztatok. Köszönjük szépen. Még. Köszönöm. Kedves nézőink, a Nálatok Mizut látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.